Büszkén ragadták meg az ásót a tavaly évben érkezett gyermekek szülei. Mindenki az által választott facsemetét ültette a földbe. Mi nem itt lakunk Kocsán, úgyhogy én kérdeztem meg igazából a polgármester asszonyt, hogy ültethetünk-e fát, mert szerettünk volna. Úgyhogy ezt a kis díszszilvát választottuk, mert ez itt el volt dőlve, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a szerencsét fog hozni. Úgyhogy ezt a szép fát ültettük mi a Teónak. 14 kis facsemetével bővült a Kispolgárok Parkja Kocsolán. Idén a 2021-ben született gyermekeknek a fáit ültettük el. Összesen 14 kis facsemete várta gazdájára. Úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy azért ilyen sokan születtek a falunkba. Minden fára szívet akasztottak, amelyen megtalálható tulajdonosának neve és születési ideje. Így később, ha gyermekek szüleikkel együtt kilátogatnak a parkba, könnyen megtalálhatják a saját csemetéjüket. Ez az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanon vagyunk. Ez egy romos épület volt itt, úgyhogy nagyon sok munkánkba került, mire ezt a kis területet így el tudtok érni, hogy ilyen állapotba kerüljön. Már 2019-ben elterveztük ezt a Kispolgárok Parkját, csak ugye közbeszólt a koronavírus, így nem tudtuk megvalósítani ezt a parknak a létrehozását. Az eseményen részt vett Porpáci Attila plébános is, aki hangsúlyozta, a faültetés egy szimbólum. Hogyha ránézünk ezekre a fákra, akkor a fáknak megvan az a jó képessége minden tavasszal, hogy nyújtóznak az ég felé, a fény felé. Szeretnék megszerezni, bizony még egymás elől is versengve, a leveleik által az életet, az életteret. De jó lenne, hogyha az emberekben is lenne ez az igyekvés, nem is a másik elől elvenni, hanem megszerezni mindazt az éltető erőt, bölcsességet, emberi kapcsolatot, szeretet, a közösséget, amely bennünket aztán boldoggá és kiegyensúlyozottá tesz. Ne csak a fák nőjenek nagyra, hanem a gyerekek is. Többek között ezt is jelképezi a Kispolgárok Parkja. A növényeknek is ez a meleg segíti, hogy fölmenjen a gyökértől egészen a fa csúcsáig a nedvesség. Ezért kell tehát egy jó nedves táptalaj, és kell ez a nagy meleg, akkor egyre nagyobbra tudnak nőni a növények. És hogyha szabad ennek a szimbolikáját használni, mi is ezt szeretnénk családként adni. Nem elég a biztonság, hogy a gyereket nem üti el az autó, nem elég a táplálék, nem elég a meleg, nem elég, hogy csak úgy elküldtem egy iskolába, és akkor az állampolgári kötelességeimet teljesítettem, hanem ezeknek a gyerekeknek mi azt szeretnénk, hogy életerősek lehessenek, talpra esettek, önállók, nagyszerűek. Szeretnénk azokat a feltételeket megteremteni, azon vagyunk, hogy a fiatalok itt maradjanak, és érezzék jól magunkat a településünkön. A településvezetés azt várja, hogy a faluban még több gyermek szülessen, hiszen bőven van még hely a parkban az újabb facsemeték ültetéséhez.